Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 24. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bír ez egész földdel. Dicsérjük Istent tovább énekszóval, énekeljük a 167. dicséretünket, a 167. dicséretünknek mind a három versét, így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg Isten szent igéjét, amint megírva található Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelének 8. részében, a 8. rész
31-től 39-ig terjedő válogatott verseiben. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít, ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik is értünk? Ki választaná el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását, imádsággal feleljünk a mi Urunk megszólító szavára. Mindenható mennyei édesatyánk, áldott legyen szent neved, hogy bölcsen elhatároltad egymástól a napokat, felosztottad hétköznapokra és ünnepnapokra. Köszönjük, hogy érdekünkben jóvoltodból vannak vasárnapok, amikor a világ zajától elszakadva, gondjainkból, problémáinkból kilépve elcsendesedhetünk, meghallhatjuk az Isten tiszteleti közösségbe hívó hangodat. Hálásak vagyunk az életünk újabb vasárnapjáért, és azért, hogy még mindig szól nekünk a harang, hív a közeledbe, hív, hogy szent akaratodat megismertesd velünk, megláttasd bűneinket, bűnbocsátó szereteted megnyugtasson, és áldásoddal gazdagítson. Jó veled közösségben lenni, jó a hétköznapokra az egyetlen erőforrásból meríteni, ígét fényében látni az üdvösségre vezető utat. Bocsásd meg nekünk, ha nem mindig láttuk értelmét a vasárnap megszentelésének, ha gondjaink annyira lefoglaltak, hogy teljesen elfelejtettük az áldott lehetőséget, rád vetni a gondjainkat. Bocsásd meg nekünk azért, hogy sok vasárnapot kihullattunk az életünkből, dolgos hétköznapokká alacsonyítottuk az életünkben, és csak gyűlt a gond és a feladat, és egyre fogyott az erőnk, a türelmünk. Segíts, jó atyánk, hogy vasárnap tudjuk abba hagyni a munkát, szent lelked indítatására, hallgassuk a te igédet, s máskor, amikor majd lehet, induljunk el a templomba, s a veled való közösség minden áldását vegyük, és vigyük magunkkal, hogy új erővel, jókedvel végezzük a ránk háruló feladatokat, és téged dicsérjünk és magasztaljunk. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 234. dicséretet énekeljük, a 234. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: Jer, kérjük Isten áldott szent lelkét. Thank you.
Az a szent ige, amelyről szeretnék előttetek Isten szent lelke segítségével bizonyságot tenni, megírva található a Zsoltárok könyvének 56. részében, a 4-től a 14-ig terjedő válogatott versekben. Ha félek is, benned bízom. Te számon tartod bolyongásomat, gyűjtsd könnyeimet tömlődbe, legyenek benne könyvedben. Istenben, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem, Istenben bízom, nem félek. Ember, mit árthat nékem? Tartozom neked, Istenem, fogadalmaimmal, megadom hálaáldozatomat, hiszen megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe előtt az élet világosságában. Amen. Kedves testvérek, a mai alkalommal arra keressük a választ, hogy mi a megoldás a félelemre. Mit kell tennünk akkor, amikor azt érezzük, hogy eluralkodik rajtunk a félelem? Dávid írta ezt az 56. Zsoltárt, és amikor ezt a Zsoltárt megírta, akkor igazán nem volt könnyű helyzetben. Ő is félt, igaz, nem a koronavírustól, nem a gazdasági nehézségek miatt, de az, ahogyan ő viszonyult a nehézségekhez, ahogy le tudta küzdeni Isten segítségével a félelmét, az a mai emberek számára is példamutató lehet. Akkor született ez a Zsoltár, amikor Dávid menekült Saul elől. Minden irányból ellenség vette körül, ha megmenekült az egyik ellenségtől, akkor a másik ellenség kezébe került, mégpedig a filiszteusoknak a markába. Emberileg nézve kilátástalan helyzetbe került. Úgy érezte, hogy mindenki elhagyta, mindenki szembefordult vele. Éppen ezért Dávid könyörgéssel kezdi ezt a Zsoltárt. Így kiált Istenhez, légy kegyelmes hozzám, Istenem. És azt láthatjuk meg ebből, hogy Dávid nem vetette el az Istenbe vetett bizalmát. Pedig az a helyzet, amibe került, igencsak félelmetes volt a számára. Azok az emberek, akik már átélték azt, hogy műtét előtt milyen vívódásokon mennek keresztül, azok tudják, hogy ilyenkor kérdések fogalmazódnak meg az emberben, de jó eljutni arra a pontra, amikor az Istenbe vetett bizalmunk felülkerekedik a félelmeinken. Valami olyasmit élhetnek át ilyenkor az emberek, amit Dávid, amikor kimondta vagy leírta, hogy ha félek is, Istenben bízom. A félelem megkötöz, a félelem megbénít, ezért mindenféleképpen ki kell szabadulni belőle. De hogyan lehetséges ez? Dávid adja meg a választ a felolvasott igében, a Zsoltárok könyvének 56. részében, ha félek is, benned bízom. Ez a megoldás, ez az orvosság a félelemre. Megtanulni Istenben bízni, ahhoz viszont, hogy tudjunk bízni Istenben, hinni is kell ő benne. Ezért fontos Isten igének az ismerete, ezért fontos, hogy rendszeresen olvassuk a Bibliát. Ha megismerjük Istent, akkor már nincs okunk a kétségbeesésre, nincs okunk a pánikra, mivel tudjuk, hogy életünk Isten kezében van. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek problémáink, nem azt jelenti, hogy nem kaphatjuk el a koronavírust, és nem leszünk betegek, hanem azt jelenti, hogy ha ismerjük Istent, és Krisztus ott lakik a szívünkben, akkor el tudjuk mondani Pál apostollal együtt, hogyha Isten velünk, kicsoda ellenünk, kicsoda szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől,
És erre a válasz az, hogy senki nem szakíthat el bennünket Krisztus szeretetétől. Vissük a szívünkbe Isten igéjét, mert azt tud megőrizni bennünket. Dávid tudta, hogy élete a mindenható Isten kezében van. Dávid is ismerte a félelmet, de le tudta küzdeni, mert az Úrba vetette bizalmát, az Úrba vetette a hitét. A keresztény ember, az Istenben bízó ember is ismeri a félelmet. Őszintén mondta ki Dávid, hogyha félek is, benned bízom. Olyan kiszolgáltatott helyzetben volt, hogy félt, megrémült, létezik tehát a hívő ember életében is a félelem, de akkor is Istenben bízik. Lehet, hogy nem az a bátor, aki soha nem fél, és lehet, hogy ilyen nincs is, hanem az a bátor, aki a félelmei közepette is helytáll, és végigcsinálja azt, amit rábíztak, vagy amit elkezdett. Egy történet szerint volt egyszer egy híres katona, aki a bátorságáról volt közismert, és egy csata előtt a szolgája észrevette, hogy milyen ideges. Meg is kérdezte tőle, hogy tán csak nem fél a tábornok úr. Mire a tábornok azt mondta, hogy ha maga úgy félne, mint én, akkor már régen elszaladt volna. A hívő ember is ismeri a félelmet, de akkor is bízik Istenben. Dávid megtanulta, hogy ne önmagában bízzon, ne a maga erejében, ügyességében, tehetségében, hanem egyedül az Úristenben. És lehet, hogy sokszor az a baj, hogy nem bízunk eléggé Istenben, nem merjük teljesen Krisztus kezébe tenni az életünket, őrá hagyatkozni, hanem megpróbáljuk saját magunk megoldani a felmerülő problémákat, és ezért gyakran kudarcot vallhatunk. Mert a hit mellett ott van a hitetlenségünk, ott van a bizalmunknak a hiánya. Sokan bíznak valamennyire Jézus Krisztusban, de csak kevesen mernek teljesen ráhagyatkozni. Arra lenne szükség, hogy Istenbe vetett bizodalmunkat folyamatosan erősítsük. Egy régi történetet szeretnék elmesélni. 1859. június 30-án a Niagara vízesés felett kifeszítettek egy kötelet. Egyik partról a másikra húzták ki ezt a drótkötelet, amelyen az akkori idők leghíresebb, legtehetségesebb kötéltáncosa és akrobatája, Charles Blondin készült átmenni egy rúddal egyensúlyozva. Nagyon sok ember gyűlt össze, és kíváncsiak voltak erre a különleges akrobata mutatványra. És Blondin lassan, de biztosan átért a túlsó partra, ahol a nép természetesen megtapsolta. Majd a tömeg felé fordult, és megkérdezte, hogy hiszitek-e, hogy át tudok vinni egy embert a hátamon, a visszaúton, ezen a kötélen. Természetesen elhitték az emberek, így ki is választott egy embert, kiszemelt magának, hogy őt majd átviszi a hátán. De ez az ember nem akarta ezt megtenni, nem ment bele ebbe, hanem ekkor Blondin az egyik barátját kérte meg, hogy őt fogja átvinni, aki egyúttal a menedzsere is volt, és elindultak ketten a kötélen, úgyhogy ő vitte a hátán a barátját, a menedzserét. A kötél meghajolt a két ember súlya alatt, lépésről lépésre haladtak, de biztosan. Egyre közeledtek a túloldalhoz, átjutottak a túloldalra, és a bámészkodó tömeg újongásban tört ki. Az Isten és az ember között lévő szakadék között is ki van húzva egy kötél, az üdvösség kötele. Jézus Krisztus az egyetlen, aki képes ezen átmenni, és ő az egyetlen, aki képes bennünket átvinni. Lehet, hogy mi is olyanok vagyunk, mint a
történetben szereplő ember, aki hitt ugyan abban, hogy át tudják őt vinni a kötélen, de mégsem mert rábízni magát arra az emberre. Mennyivel inkább rábízhatjuk magunkat az Úr Jézus Krisztusra, Isten fiára, aki annyiszor bebizonyította már, hogy érdemes benne bízni, és ő képes bennünket megtartani. Hiszen csak ő tud bennünket egyensúlyban tartani, amikor próbák, betegségek, veszteségek érik az életünket. Csak ő tud átvinni bennünket azon a szakadékon, amely a bűn miatt keletkezett az Isten és az ember között. Nincs más megoldás, vagy benne bízunk, vagy ráhagyatkozunk, vagy elveszünk. Mert ha nem bízunk meg teljesen Jézus Krisztusban, akkor ott maradunk a túlparton, félelmeinktől gyötörve. Nincs más orvosság a félelemre, mint a teljes bizalom. Dávid megtanulta, hogy minden körülmények ellenére bízzon az Úrban. Ezért is mondta, ha félek is, benned bízom. Az Istenben bízó ember eljuthat oda, hogy ki tudja mondani élete legnehezebb körülményei között is, hogy nem fél, vagy ha fél is, Istenben bízik. Lehet, hogy úgy érzi, hogy összecsapnak a hullámok a feje felett, lehet, hogy veszélybe kerül az élete, lehet, hogy félnie kellene, de mégis azt mondja, Istenben bízok, nem félek, ember, mit áthat nékem? Bízok Istenben, mert ő elkészíti majd a szabadulás útját. Ehhez azonban az kell, hogy az Istenbe vetett bizodalmunkat folyamatosan erősítsük. Bízzatok, ne féljetek! Isten szereti az övéit, és gondja van rájuk. Isten megújítja nap mint nap irántunk való szeretetét. És ha megismerjük Isten szeretetét, és mi is szeretjük őt, akkor ez a szeretet kiűzi belőlünk a félelmet. Amen. Énekeljük a 467. dicséretünket. A 467. dicséretünknek az első versét, amely így kezdődik. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Emeljük imádságban szívünket Istenhez, adjunk hálát az elvett lelki javakért. Urunk Istenünk, hálával van tele a szívünk, a velünk közölt áldásodért, amelyet a veled való istentiszteleti közösségben kapunk. Köszönjük, hogy megüresíthettük szívünket a minket nyomasztó bűnök terhétől, és azt adtad, amire igazán szükségünk volt. Jó volt ma igéd által feltöltekezni, rád figyeléssel készülni az újabb dolgos hétre. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ma is szóltál hozzánk. Ez a jele annak, hogy még nem mondtál le rólunk, törődsz velünk. Erőt adtál arra, hogy megszentelhessük a nyugalom napját, lelkileg felüdítettél, testileg, szellemileg megpihentettél. Most, amikor készülünk nyugovóra térni, arra kérünk, hogy őrködj felettünk, vigyázz ránk, hogy a gonosz be ne vehesse életünk várát. Adj pihenést az álom óráiban, teljesen rád bízzuk magunkat, és így aludhatunk majd el este. Hozd el számunkra az új nap viradatát, ébreszd fel bennünket egy új hétre, hosszabbítsd meg a te kegyelmedet, hogy egyre közelebb kerüljünk te hozzád. Áld meg munkánkat, igyekezetünket, családi életünket, az emberekért és emberek közötti forgolódásunkat, hogy a jó gyümölcsök dicsérjék szent nevedet,
életünket pedig szebbé tegyék. Legyen velünk a te szent lelked. Vigasztaljon, ha szomorúság ér, biztasson, ha ellankadunk, tereljen a jó irányba, amikor válaszúthoz érünk. Urunk Istenünk, segíts meg bennünket, hogy csak azt cselekedjük, ami szerinted jó. A mi Urunk Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Thank you.
Hirdetem néktek az adakozást, tudván azt a jókedvű adakozót szereti az Isten. Hirdetem továbbá, hogy következő Isten tiszteleti alkalmunk február 21-én vasárnap 10 órakor lesz, amit az Orosházi Városi Tévé fog közvetíteni. Szeretettel köszöntjük Aranka, Lilla, Julianna és Zsuzsanna nevű gyülekezeti tagjainkat. Sok boldog névnapot kívánunk nekik, Isten áldását kérjük rájuk. A mai napon záródik az Orosházi Házassághete rendezvénysorozat, délután 5 órakor az interneten egy megbeszélésen, online megbeszélésen vehetünk részt. Mindenkit, minden résztvevőt szeretettel várunk erre a délutáni online alkalomra. Az egyik háziorvossal beszélgetve az a kérés fogalmazódott meg a részéről, hogy továbbítsam a kedves testvérek felé, hogy aki szeretné, hogy koronavírus ellen beoltsák, az regisztráljon minél hamarabb az interneten, és ezután nincs más dolga, mint várni, hogy a házi orvos felhívja őt. Az, hogy mikorra hívják be a jelentkezőket, az nem a házi orvoson múlik, hanem azon, hogy mikor kap vakcinát. Ezért nem kell folyamatosan érdeklődni telefonon, hogy mi lesz a következő időpont, vagy mikorra kap az illető időpontot, hanem várjunk türelmesen arra, hogy visszahívjanak bennünket házi orvosaink, hiszen akkor tudnak oltani, hogyha megérkezik az oltóanyag, ez akár több hetet is igénybe vehet a regisztrációhoz képest. Bízzunk abban, hogy mindenkinek megmarad a jó egészsége, Isten adjon jó egészséget mindnyájunknak testileg, lelkileg egyaránt. Záró éneként a 265. dicséretet énekeljük. A 265. dicséretünknek első, második és hetedik versét énekeljük. Így kezdődik a 265. dicséretünk, hagyjad az Úristenre te minden utadat. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg
a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás, békesség, áldott és szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.